ahol azért jöttünk össze immáron 16-szor. Az alvás fontos élettani folyamat, amely nélkülözhetetlen az egészség megőrzése szempontjából. Az újvidéki Puskás Valentin, negyedéves orvostanhallgató, az egyetemisták alvási szokásait kutatta. Az alvás minőség elég rossz az egyetemistáknál, és ez látszik, és valószínűsíthető az miatt, mivel nagyon sok kötelezettségük és egyetemi programjuk van, külön az orvostudományi kar hallgatóinak, mivel nálunk elég gyakran kórházi gyakorlat is van, amihez a kora reggeli órákban kell felkelni. A VMTDK-n résztvevő szakdolgozatok mentorok segítségével jöttek létre. Halasi Szabolcs, tartományi felsőoktatási segédtitkár is szerepet vállalt az útmutatásban. Az, hogy ezek a hallgatók itt vannak, az mindenképp annak a jele, hogy a mentorok, a tanárok foglalkoznak velük, és ez egy bizonyossága annak, hogy van tudományos utánpótlás itt a Vajdaságban is. A VMTDK-t 16. alkalommal rendezték meg Újvidéken. A fiatalok tényleg látják, hogy a különböző műhelyekben milyen munka folyik, egymástól tanulhatnak, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb része ennek a konferenciának. Természetesen tovább lehet jutni az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára is innen. Idén a Kristálygömb díjat Lendá Kabó Karolina érdemelte ki, aki a nemzeti kisebbségi csoportokból származó nők helyzete a felsőoktatási rendszerben témát kutatja. Ez igazán nagy megtiszteltetés számomra, és csak biztat arra, hogy tovább kutassak, tovább publikáljak az adott témámba, hiszen ez egy nagyon hálás és nagyon érdekes téma, és folytatni fogom mindenképp. A konferencián résztvevő vajdasági diákok zöme MNT ösztöndíjas, ezért külön figyelmet fordít a tanács az őket érdeklő tudományágazatok kutatási lehetőségeire. Ők képezik majd a vajdasági magyar értelmiségnek és tudós rétegének a részét. Reményeink szerint elköteleződtek már annyira a tudomány iránt, hogy tovább folytatják a kutatásaikat, nem csak egy alkalommal mutatkoznak itt meg. 134 résztvevője volt az idei vajdasági magyar tudományos diákköri konferenciának.